Kutyaúszoda. Így elsőre furcsa lehet ilyet hallani, bár a víz jótékony hatásáról már mindannyian hallottunk az élet különböző területein. De hogy jut eszébe valakinek éppen egy ilyen vállalkozást elindítani Magyarországon? A kutyaúszodával külföldön találkoztam, Németországban és Angliából ismertük már ezeket a kezelési módokat és gyógymódokat. A projekt az úgy indult, hogy a Marcinak van egy 12 éves labradorja, aki csípődiszpleziában szenved, és neki kerestünk gyógymódot. Gyakorlatilag ő az ötletadója az egész központ alakulásának. Marci, azaz Látó Márton, most már mint kutya hidroterapeuta, Angliában egy szigorú előfelvételi vizsga után végezte el a több mint egy hónapos szakmai képzést, így hivatalosan együtt úszkálhat egy medencében kutyákkal. Hát ez egy elég gyakori tévhit, hogy annyival áll az egész, hogy úsztatjuk a kutyát, már úgy értve úsztatjuk a kutyát, hogy benn vagyunk mellette a medencében, és akkor igazából lubickol a kutya, én meg csak úgy ott vagyok, és úgy csinálok, mintha valamit csinálnék, de csak visszafogom attól, hogy ne érje el a medence szélét. Rengeteg dolgot kellett hozzá tanulni, anatómia, hogy a vízben hogyan kell viselkedni, a kutyának milyen viselkedései lehetnek a vízben és a víz partján. Ezen kívül, hogy milyen betegségre, milyen elváltozásra, milyen fajta úszás az, ami javaslott. Ott jártunkkor három kutya rehabilitációs programjában nézhettünk bele, és megismerkedhettünk a gazdikkal és a páciensekkel is. Ő egy 3,5 éves argentin dog, a dogomentésen keresztül örökbefogadott kutya, és csípőizületi diszpláziája volt, ez már 1,5 évesen kiderült, és aztán utána egy autoimmun izületi gyulladása lett, és sajnos 2 hónapot fekve töltött, tehát nem tudott felkelni, és amikor ebből rehabilitálódni kezdett, tehát kezdett újra mozogni, illetve meg tudta magát tartani, akkor találtam rá a tappancs hidroterápiára, és akkor jöttünk el, hogy egy kicsit az izomzatot vissza tudjuk építeni, mert sajnos az alatt, az idő alatt nagyon legyengült, és sétálni nem tud annyit, mint a normál többi kutyám, és kevésbé épül így vissza az izomzat, és itt viszont nagyon, nagyon hamar látványos eredmények voltak. Körülbelül 2 hónapja műtötték a gerincét. Az első időben őbe kellett behozni, na most azóta már szépen a lábán megy. Sajnos műtét után kiderült, hogy izületi gyulladása is van, ez nehezítette a mozgását, eléggé elsorvadtak az izmai, és mi most azért járunk ide, hogy megerősödjön és újra tudjon járni. De nagyon szépen haladunk most már. Az interneten keresgéltem, hogy mi lenne a legjobb, és így találtam rájuk. És arra gondoltam, hogy ez mindenképp jó lesz, hiszen az embereknél is nagyon jó, a legjobb, legegészségesebb sport. Ő egy 13 éves border collie kislány, túl 2 nagy vérzésen. Az elsőből egészen szépen felépült, a második után viszont egy féloldalas koordinációs zavar maradt meg a kutyánál. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy akár egy nyitott ajtón nem talált be a kutya, mert nem tudta egyenesben tartani magát, nem tudott egyenesen állni. Folyton elesett, és utána nem bírt fölkelni. Nagyon-nagyon fontos az, hogy ugye a víz segítségével a kutyának az izületeiről és az izomzatáról tökéletesen lemegy a terhelés, tehát gyakorlatilag a kutyának a testsúlyát nem kell cipelnie, így sokkal rövidebb idő alatt, sokkal intenzívebben lehet építeni az izomzatot, akár újraépíteni, mert ugye nekem is a versenykutyám, aki lesérült, most ő egy rehabilitáción van itt. Egy kondíció újra javítás, illetve egy izomzat újraépítés céljából.
beteg kutyákörre az elég széles skálán mozog. Gyakorlatilag csípődiszpláziától kezdve a különböző gerincbetegségeken át, degeneratív kondíciókat tekintve elég széles a palettán mozog. Nagyon-nagyon szívszorító látvány, amikor megérkezik hozzánk egy kutyus, gyakorlatilag nem tud bejönni a saját lábán. Nem egyszer összeszorult a torkom, és éreztem a gombócot, hogy gyakorlatilag mi lesz ebből, és nagyon nehéz látni ilyen sorsú kutyákat, illetve nyilván a gazdikon is látszik már a megfáradtság, hogy hosszú ideje keresnek valamilyen megoldást arra, hogy a kutya újra lábra álljon, illetve mozogni tudjon. Gyakorlatilag ezekért a sikersztorikért, a gyógyult, illetve javulóban lévő kutyákért érdemes csinálni, mert mind a kutya, mind a gazdi tekintetén látszik az az öröm és boldogság, amikor a kutya megmozdul és lábra tud állni. Ne ringassuk magunkat álmokba, nem szentelt vízben úsztatunk, tehát nem egyik napról a másikra fog a kutya itt a teljesen lebénult állapotból négy lábon rohangálni, és vannak esetek, amikor tényleg nem lehet semmit elérni. Ez természetesen korfüggő, a kutya akaratától is függ, hogy egyáltalán van-e még benne az az élni vágyás vagy élni akarás, hogy ebből felgyógyuljon, és a betegségtől is nagyban függ. Minél leharcoltabb, úgymond, egy kutya, amikor bejön, és minél többet lehet vele elérni, annál nagyobb az öröm is. Nyilván egy olyan kutyánál, akinek esetleg csak a vállát kell rendbehozni egy kicsit, mert korábban kiugrott, vagy műtét utáni izomépítés, ezek is örömet okoznak, amikor azt látjuk a kutyán, hogy boldogabb, hogy jobban használja azt a végtagját, kevesebb a fájdalma. Ezek is örömök, de amikor mondjuk egy járni képtelen kutya bejön, és x idő után, ha csak egy-két percre is, de már négy lábon áll, az azért egy kicsivel nagyobb öröm, én úgy gondolom.